Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem küldök képes lapokat is. Az úgy működik, ha becsukom a szememet, látok egy képet, ami nem mozog, és valóban úgy néz ki, mint egy képes lap. A mai képes lapon volt egy domb. A domb tetején egy kereszt, és ez világított, ez fényben volt. Hogy értelmezed ezt a képet, leírhatod a kommentárba. Ahogy én érzem, itt vallási témákról van szó, tehát a hitünkről. És ez a fény jelenti az égi üzenetet, a segítséget. Persze jelentheti a sors utunkat is, amikor a sors utak kereszteződnek, ez lehet egy találkozás. Vagy elérkezel a sors utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, tehát akkor fontos döntésekről van szó. Hogy értelmezed ezt? Leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Ez az égi üzenet általános, de biztos vagyok benne, hogy te is megkapsz valamit, ami fontos lehet számodra. De kérhetsz egy személyes üzenetet is. A díjam 4000 forint. És most kíváncsi vagyok, hogy mi az üzenet, hiszen kinyitom a Bibliát. Lesznek kapcsolatok és szerződések. Ebben megbízhatsz, hiszen ez jó számodra, előnyös. A Jóisten segíteni fog, és ez lesz egy nyeremény, vagy jóvá változnak a dolgok, jól alakulnak a dolgok. Voltak viták és nézeteltérések a múltban, de ez most nem fog megismétlődni, javul a helyzet. A nép bizonyos dolgokat igazságtalannak lát. De lesznek olyan meglepetések, változások, amikor nem is számítasz erre. Ami fontos lehet most számodra, ne tekints hátra, tekints előre, és maradj középen. Ez az arany út. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!